Ti nagyon bíztatok bennem, de én csalódást okoztam, és ezért szégyellem magam előttetek. Az úton errefelé kerestünk megoldásokat, hogy megmentsük a jelzálogot, de nincs túl sok esély. Valamit nem értek. Az, aki megvette a jelzálogot, vissza akarja kapni a befektetett pénzt, nem? Ha apám vagy én ki akarnák fizetni, akkor neki el kellene fogadnia, nem? Nem tudjuk, miért nem fogadta el Luisa Fernanda. Az ügyvéd úr, aki azt a kamarát képviseli, amelyik megvette a jelzálogot, nem fogadta el a felajánlott pénzt. Felajánlottam egy nagyon nagy összeget, de még úgy sem akarta elfogadni. Nem értem, miről van szó. Tönkre akarnak tenni bennünket. Ez van. Mujica úr úgy gondolja, hogy van valaki a hátunk mögött, aki rossz indulatúan szervezkedik. Szerintem valaki ártani akar maguknak, mert nincs más magyarázat. Talán egy ellenségről van szó, aki nyomást gyakorol az ügyvédi kamarára azért, hogy ne fogadják el a jelzálog kifizetését. De hát ki gyűlölhet bennünket ennyire, hogy ilyet tegyen velünk? Nincsenek ellenségeink. Hát, ha nincs mit tenni, akkor összeszedem a dolgainkat, mielőtt kilakoltatnak. Majd én felhívok valakit, hogy jöjjön értetek. Nem fogom megengedni, hogy az utcára kerüljetek. Ilyen körülmények között bele kell egyeznetek, hogy a házamba költözzetek. És mondd csak, mi köze Carlos Eduardónak ehhez a pletykához? Honnan tudta meg? Nem tudom. Az elején abban egyeztünk meg, hogy a történet a lányoddal nem pletyka. Nem így van? Nem pletyka. De miért kéne megtudnia mindenkinek? Ne nézz így rám, rendben? Lehet, hogy nem tűnik annak, de ez egy nagyon kényes probléma, Jennifer. Természetesen az. Egy nagyon nagy probléma. Az, hogy egyszer csak bejött a képbe a lányod, nem jelent túl jót Carlos Eduardóval szemben. De a legrosszabb az, hogy sebezhető vagy Marissa előtt. Tudod mit? Tartsd meg magadnak a megjegyzéseidet Jennifer Carlos Eduardóval kapcsolatban. Ki mondta el neki ezt a pletykát? Nem. Már megegyeztünk abban, hogy ez nem pletyka. Most mi van? Ne nézz így rám. Nem én tehetek róla. Az én drága húgocskám mondta el a fiadnak. Ő teljesen megbolondult, és meg akarja találni a nővérét. Persze. Ez csak Armando lehetett. Ki más? Van még valami jó hír, amit tudnom kell. Carlos Eduardo már mindent tud, és elhiheted, nagyon rossz rólad a véleménye. Ja, és még valami... Ja, igen, Marissa. Azt hiszem, elmondott neki mindent. Doktor úr, tudom, hogy Fernando úr nagyon súlyos beteg. Lehet, hogy nem fog magához térni. Nyugodjon meg, Rigoberta. Akik agyvérzést kapnak, bénák maradnak, és kerekesszékbe kerülnek. Ne siessünk, nincs értelme. Lehet, hogy Fernando úr agyvérzése nem olyan súlyos. Vannak, akik átéltek már ilyet, és nem maradtak bénák, úgyhogy ne aggódjon. Mondd csak, mikor fogjuk tudni, milyen állapotban van ő? Meg kell várnunk, amíg magához tér, csak akkor tudjuk megítélni az állapotát. Akkor tudjuk meg, hogy a testének melyik részét érintette, de ebben az esetben nincs bátorságom diagnózist felállítani. Az élet nagyon igazságtalan volt Fernando úrhoz. Nagyon jól érezte magát szegény, és mindenki csodálkozott rajta, hogy visszanyerte az emlékezetét. Igen. És most megjelent ez a probléma. Doktor úr, szeretném megkérni valamire. Természetesen. Látni akarom Fernando urat legalább pár percre. Én is látni akarom az apámat, Carlos Eduardo. Nem lehet tudni, mi fog történni. Jó, az intenzív osztályon van, és egyenként kell bemenniük a kórterembe. Jöjjön, Rigoberta. Alcantara asszony. Mit keres maga itt? Telefonáltam, és azt mondták, hogy itt van, mert az apja rosszul érezte magát. Igen, nagyon rosszul érezte magát, és behoztuk a kórházba. Mi történt, és mit akar? Mondanom kell valamit a Perez család jelzálogával kapcsolatban.
Nem tudom, miről beszélsz, Vanessa. Nem tudok semmit Fernando úr végrendeletéről, értsd meg. Apa, te segítettél Consuelónak meghamisítani a végrendeletet. Te hallod, mit beszélsz, Vanessa? Igen. Fogalmam sem volt, hogy Fernando úr készített egy végrendeletet. Ide figyelj, én Consuelo férje vagyok, igen, de tudod jól, hogy nem avatkozom a családi problémákba. Én mindig kívül állok. Apa, ne jázd meg magad, jó? Nagyon nagy színész vagy, ha valamit el kell titkolni. Tudod jól, hogy melyik végrendeletről beszélek. Consuelo mondta, hogy te segítettél neki ebben a dologban. Luis Alejandro Montero volt az, aki megszerkesztette. Le akarod tagadni? Senkinek nem lett volna szabad tudomást szerezni erről a végrendeletről, lányom. Nekem nincs semmi felelősségem ebben a problémában. Én csak abban hibáztam, hogy elfogadtam Consuelónak ezt a képtelen ötletét. A lényeg, hogy segítettél neki. Apa, tudtad jól, hogy ha ezt megteszed, Luisa Fernanda nem fogja megkapni az örökségét. Tudtad, hogy ő a legjobb barátnő. Az Istenét, Vanessa. Megismétlem, hogy Consuelo ötlete volt, nem az enyém. Mikor elmondta nekem, világosan megmondtam, hogy ez egy nagyon csúnya, és egy csúnyább dolgot nem is tehetne. Bármennyire próbáltam meggyőzni, hogy ne tegyen, nem hallgatott rám. Egyszerűen nem hallgatott rám. Apa. Tudod jól, milyen makacs Consuelo. Mindig a maga feje után megy. Oké. Megértem, hogy sokszor hagyod, hogy az orrodnál fogva vezessen, nehogy elveszítsd az állásodat ennél a cégnél. De nekem csalódást okoztál azzal, hogy belementél ebbe a disznóságba Luisa Fernanda ellen. Mondtam, hogy elleneztem, Vanessa. De végül is Luis Alejandro szerkesztette a végrendeletet, nem én. Consuelo meg elérte, hogy az apja Fernando úr aláírja a végrendeletet. Jó, apa. Ha ez kitudódik, benneteket letartóztathatnak? Természetesen igen, kicsikém. Ez egy kényes probléma, ez irathamisítás, igen. Ellopták az eredetit, és Fernando úrral csalással iratták alá. Kedvesem, ez a dolog elég ahhoz, hogy mind a hárman be legyünk zárva pár évre. Nagyon köszönöm, Marissa asszony, de már kifejtettem az okokat, amiért nem lakhatunk önnél. Az öreg házban, az iskolánál nem lakik senki. Akár velem is lakhatnátok. Erre nincs szükség, Joaquin a nővér. Nekem van lakásom. Nem túl nagy, de biztosan lesz helye mindannyiunknak. Apa! Kérlek, kérlek, próbálj megnyugodni. Kérlek. Én nagyon sajnálok mindent, ami megtörtént. Szeretnék rajtatok segíteni, Luisa Fernanda. Ha megengednétek, négy szem közt maradnék Pedroval. Én kihasználom az alkalmat, és elviszem a gyereket magammal. Köszönöm, nénike. Nincs mit, lányom. Menjünk, gyere, Alfredo, gyere, Viktor. Igen. Armando, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz megtalálnunk a nővéredet. Miért mondod ezt? Figyelj, az úr, akiről Leopoldo beszélt, Fernando Alcantara, Vanessa nagyapja. Akkor Vanessa a nővérem? Nem tudom őszintén, Fernando úr lánya Consuelo. De Vanessa mindig azt mondta, hogy ő a mostoha anyja. Soha nem értették meg egymást, mindig voltak nézeteltérések köztük. Nem értem. De Consuelo lehetett az apám szeretője, amikor iskolás volt, és terhes lett tőle. De szerintem Vanessa nem tudja az igazat, és ezért nevezi őt a mostoha anyjának. Igen, de Vanessának van apja, Heriberto mérnök. De Consuelo valószínűleg férjhez mehetett, amikor már teherbe esett az apámtól. Lehet. Hogy megszabaduljunk a kétségektől, és ne kezdjünk el találgatni. Miért nem beszélünk vele? Menjünk. Nem mondott semmi más. Nem mondd, hogy nem emlékszel. Gondolkozz! Luis Alejandro, kérlek! Elég, Luis Alejandro, fejezd be! Világosan megmondtam neked, azt mondta, hogy meg akarja mondani a mamájának, hogy újra elárultad. A lényeg, hogy el fogja mondani. Ez egyáltalán nem jó a fenébe. Meg kell bizonyosodnom róla, hogy elmondta neki a pletykát. Nem. Meg kell előznöd. Beszélj Marissával és csinálj valamit. Nem tudom, hogy mit, de találj ki valamit. Azt akarod, győzzem meg, nem? Pontosan. Kérlek, kérlek, Jennifer, ez túlzás. Marissa nem igen, hülye. Tudom. Világos, hogy amikor egyre többet fog megtudni rólam,
Nem marad semmi esélyem, hogy meggyőzzem. Hogy gondolja meg magát, és ne váljon el tőlem. Akkor csinálj valamit, mert ha csak okoskodsz, nem oldasz meg semmit. Vajon hogy fogja fogadni a hírt? Ez van. Igazad van, nincs értelme okoskodni. Megpróbálom meggyőzni, hogy higgyen nekem. Még egyszer? Ahányszor szükséges, Jennifer. Ahányszor szükséges. Várj csak, ne menj még. Mondd csak. Te ismered a lányodat? Tudod ki? Áruld el. Igen. Tudom, tudom ki. Mondd el. Jennifer, biztosíthatlak, hogy te nem szeretnéd tudni. Milyen kár, hogy ez történt vele, Carlos Eduardo. Igen. Nagyon jól emlékezett sok mindenre. Olyan boldog volt, hogy képzeld, azt kérte, vigyem el Luisitához, hogy megismerje a fiatokat. Nagyon izgatott volt, amikor ő azt mondta, hogy a neve. Pedro Fernando, az apja és az ő tiszteletére. Azt reméltük, hogy te fogod kezelni, azért hoztuk ide. Kérlek, fiam. Ne aggódj, Rigoberta. Annak ellenére, hogy a bankban dolgozom, kapcsolatban maradok Areola doktor úrral, ő tudósítani fog. Kérlek. Ne aggódjon. Jobb lenne, hogyha kimennénk, hogy be tudjon jönni Consuela. Igen. Várj egy pillanatra, Carlos Eduardo. Figyelj. Szeretném, ha tudnád, hogy Luisa Fernandának, az apjának és a fiadnak súlyos anyagi problémái vannak. Arról van szó, hogy egy kegyetlen ügyvéd megvette a ház és a virágüzlet jelzálogát. Igen, és most... tudok róla, Rigoberta, tudok róla. Igen? Igen. Tudtad, hogy könyörtelenül ki fogják őket lakoltatni a házukból? Tudom ezt is, de nem kell aggódni a Rigoberta. Még ha nem is tudok beleavatkozni közvetlenül, mert el akarom kerülni a botrányt Alfredóval. Úgyhogy ne aggódjon, a mamám kezébe vette ezt a kényes ügyet. Igen? Azt hiszem, a probléma már megoldódott. De jó. Menjünk. Mi történt a jelzáloggal? Mondja, jó hírei vannak? Monika ügyvéd az irodájába hivatott, hogy beszéljünk a jelzálogról. Monika? A Metropolitan Banktól? Igen, úgy van. Mit tud ő erről az egészről, és mi köze hozzá? Úgy tűnik, hogy nagyon is sokat tud, Consuelo. Behivatott az irodájába, hogy ajánlatot tegyen nekem. Jobban mondva, egy nagyon előnyös ajánlatot, ha beleegyezem, hogy eladjam a jelzálogot. Felajánlott 200%-kal többet, mint az az ár, amit a banknak fizettünk az adósságért. Ez felettébb érdekes. Miért érdekli Muhikát ezeknek az éhenkórászoknak a jelzáloga? Muhika csak egy közvetítő asszony. Igen? Igen. De megtudtam valamit. Azt hiszem... ez nagyon fogja érdekelni önt. A Metropolitan Bank tulajdonosa akarja megvenni minden áron a jelzálogot. Olyan mélyrehatóan érdeklődik, hogy azt hiszem, ha egy nagyobb ajánlatot teszek neki, akkor azt is biztos elfogadja. Miket beszél, ügyvéd úr? Nem fog ajánlatot tenni senkinek, bárki legyen az. Kérem, drága Consuelo, azt hiszem, ön viccel velem. Hogy kérheti, hogy magam ellen dolgozzam? Ne vicceljünk már! Nézze csak! Emlékeztetem, hogy ez az én ügyletem. És én minél több pénzt akarok keresni lehetőleg. Tudom, hogy ez nagyon megvisel téged, de ne keseredj el. Kérlek, gondolkozz az ajánlatomon. Marisa asszony,
minden, amit itt lát. A bútorok, a konyha. Ez jelenti 20 év munkáját. 20 évét, amikor becsületesen dolgoztam, hogy eltartsam a családomat. Igen, tudom, Pedro. Marisa asszony, bocsássa meg, hogy sírok. De nagyon fáj. Fáj, hogy elveszítem a házamat, mert nehezen szereztem meg. Igen, tudom, hogy ez nagyon fáj neked, Pedro. Itt neveltem fel Luisát. Itt akarom felnevelni Pedritót, Salvadort. A bíró azt mondta, hogy örökbe fogadhatom, de ha megtudja, hogy nincs hol laknom, biztos meg fogja magát gondolni. Pedro, hiszen te becsületes és nagyon-nagyon rendes ember vagy. Nem érdemled meg ezt a megpróbáltatást. Emlékszel, mikor azt mondtam neked, hogy bennünket összeköt valami szép? Ő a mi kis unokánk. Ezért hajlandó vagyok megadni mindent az unokámnak, akár egy házat is. Kérlek, Pedro, engedd, hogy segítsek. Kérlek téged. Mondjátok csak, mi lesz most veletek? Nem tudom. De ki akarom deríteni, hogy ki az, aki ártani akar nekünk? Kinek olyan fontos, hogy az utcára kerüljünk? Nagyon kérlek, szerelmem, ne törd ezen a fejed. Ez csak Muhika ügyvéd feltételezése. Ez valós feltételezés. Nekik nagyon sok pénzük van, és mégsem sikerült megvenni ezt a jelzálogot. Akkor itt egy nagy, fekete kéz van a dolog hátterében. Szépségem, tisztában vagyok azzal, hogy mostanában sok a probléma, de rájöttem, mi a megoldás. Házasodjunk össze, és lakjunk nálam. Marisa! Marisa, szerelmem! Marisa! Marisa asszony nincs itthon. Mit óhajt? Ne feledje, hogy én még a hölgy férje vagyok. Elnézést, Rosario, az utóbbi időben sok problémám van, nagyon ideges vagyok. És még nincs vége. Ahogy mondtam, Marisa asszony nincs itt. Nem tudja, hová ment. Még csak nem is sejti. Szerintem maga tudja. Mert ha Luisa Fernanda szenvedéseiről van szó, maga megtenne bármit, hogy sikerüljön. Hogyan? Luisa Fernanda házában van. De miért? Hogy megakadályozza, hogy kidobják őket az utcára. Mert valami gazember el akarja venni a házukat és az üzletet. Na, mit szól hozzá? Szóval az üzlet magának azt jelenti, hogy minél több pénzt keressen, uram. Szeretném, ha tudná, hogy nem egy hülyével beszél, hallja? Tudja meg, hogy nem engedem, hogy kifosszon engem. Ó, asszonyom, az Istenért. Senki nem akarja kifosztani magát. Nem gondolja, hogy rendes ember vagyok, mert elmondtam önnek, hogy van egy nagyon csábító ajánlata a Perez család jelzálogára? Nem. Azt hiszem, maga cserben akar hagyni, ügyvéd úr. Legyünk őszinték, mi megegyeztünk valamiben. És maga megígérte, hogy be fogja tartani, úgyhogy ne mondja most nekem, hogy a bank tulajdonosa felajánlott egy olyan magas százalékot. Nem vagyok én bolond, kérem. Asszonyom, drága asszonyom, emlékeztetem, hogy köztünk nincs semmilyen írásos egyesség. A mi üzletünk kizárólag és csak is szóbeli megegyezésen alapul. Ügyvéd úr, jöjjön ide. Maga még nem ismer engem. Ha jól akarja érezni magát, mint most, jobb lenne, ha nem zsarolna tovább. Ne találjon ki hülyeségeket, és ne játszon velem. Mert nagyon-nagyon megbánhatja. Gondolkozzon ezen el, kérem. Megértettük egymást? Ügyvéd úr. Megértettük, asszonyom. Menjen Isten hírével, mint általában. Viszontlátásra, asszonyom. Carlos Eduardo, apám hogy érzi magát? Most alszik, és gépek segítségével lélegzik. Igen? Muhika, mond!
Azért hívtalak, hogy rossz hírt közöljek veled, Carlos Eduardo. Nem tudtam megoldani Luisa Fernandaék jelzálogát. Szerelmem, kérlek, mondd el. Tudni akarom, mi van veled, drágám. Mondtam már, hogy semmi komoly, Orlando, ne aggódj butaságok miatt. De honnan tudjam, hogy butaság, ha nem mondasz nekem semmit? Szerelmem, bent voltál az apád cégénél, és azt mondtad, hogy menjek ki, mert négy szem közt akarsz beszélni vele. És most látom, hogy ideges vagy, ne is próbáld tagadni. Rólam beszéltetek, igaz? Nem, egyáltalán nem. Hogy képzeled? Akkor? Az apám és én családi dolgokról beszéltünk, a kapcsolatról közte és a mostoha anyám között. Hmm. Remélem, megérted, erről nem mondhatok többet. Megérted, ugye? Őszintén nem. Szerelmem, ha tényleg bíznál bennem, elmondanád? Orlando, te ne próbálj engem zsarolni, légy szíves, jó? Én nem próbálok zsarolni, drágám. Megyek, kinyitom. Hello. Hello, Vanessa, hogy vagy? Szia, jó. Vanessa. Gyertek be. Vanessa... Beszélhetnénk négy szem közt. Igen, szerelmem. Miután összeházasodunk, hozzám költözöl. Tudom, hogy nem a legjobb, de sajnos egyelőre nincs más választásunk. Igen, de... Megyek a virágüzletbe, megnézem, kinyíltak-e a rózsáim. Busszancs. Jól van. Tudom, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, de nagyon sokan vagyunk hozzá. Ott a papa, Salvador, aki egész biztos hozzánk fog költözni. Ahol elfér három, elfér öt is. De a ház egy panziónak fog tűnni. Ráadásul nem akarom, hogy gyorsan házasodjunk össze. Miért mondod, hogy gyorsan? Minden készen áll. Neked is van mennyasszonyi ruhád. Csak ki kell mondanunk az igent a pap előtt. Ennyi az egész. Összeházasodhatunk már ma. De költözünk, össze kell pakolnunk mindent. Ebben az esetben holnap. Mit szólsz hozzá? Elnézést a zavarásért. Igen, én vagyok. Tudom, hogy nem szeretsz látni engem, Alfredo. Kérlek, ne kezdjetek el veszekedni. Nem azért jöttem Luisa Fernanda, hanem azért jöttem, mert felhívott Mohiga és elmondta, hogy nem tudta megoldani a jelzálog problémáját. De te sem oldottad meg a problémát, Alfredo. Nem, tényleg nem sikerült megoldanom. De ez nem jelenti azt, hogy Luisa Fernanda és a családja az utcára kerülnek. Holnap összeházasodunk, úgyhogy Luisa Fernanda, a fia és az apja oda költöznek a házamba, érted? Nem, Marisa. Nem fogadhatom el, hogy vegyen nekem egy házat. Kérlek, Pedro. Asszonyom. Ön nagy lelkű, kedves asszony. De van büszkeségem. Csak ez maradt nekem. A férfiúi büszkeségem. Nem engedi, s lehetetlen, hogy nőktől elfogadjak bármit. Ajándékozza nekem a barátságát, a nagyra becsülését. Vágyom a mosolyára. Szeretnék egy csókot. Egy csókot az ajkairól. Nem, és nem.
Miért menjek be? A nő, aki csókolózik a kertésszel, a feleségem. Az én feleségem. Bemegyek és megverem azt a gazembert, szétverem a fejét. Nem tudom elhinni, hogy Marissa csókolózik Pedroval. Megcsalt a kertésszel. Nem, meg kell nyugodnom. Nyugi, nem tehetem nevetségesé magam ezelőtt a senki házi előtt. Nem. Sokszor elképzeltem, milyen a csókja. Puha és édes. Pedro, én nem tudom, mit mondjak most. Nem szükséges bármit mondania. Mindent látok a szemében, Marissa asszony. Mit látsz? Látok egy nőt, akit szerettem volna megismerni más körülmények között. Ha nem lenne férnél... Bocsásson meg, Marissa asszony. Ne érezze sértve magát. Bocsásson meg, ha megbántottam. Nem, Pedro, nem bántottál meg. Ellenkezőleg. Hallgatlak. És nézlek téged. És érzem, hogy senki nem nézett még így rám soha. A te tekinteted tiszta és kedves. Most mire gondolsz? Eszembe jutott egy reggel. Amikor ön egyedül volt a kertben, és én önt néztem, miközben dolgoztam. Azon a napon sírt, és én úgy éreztem, hogy nagyon magányos és szomorú. Nem tudom miért, de abban a pillanatban közeledni akartam önhöz, hogy megcsókoljam. El akartam mondani, hogy megértem, és tudom, hogy magányos. Meg akartam védeni. Pedro, én is tökéletesen emlékszem arra a napra. Oda jöttél hozzám, és megkérdezted, hogy mi van velem. Igaz volt. Nagyon egyedül éreztem magam. Tudod, ugyanúgy, mint sok-sok éven keresztül. Szükségem volt valakire, aki megölel, és aki azt mondja, hogy nagyon szeret. Szeretem, Marissa. Nem hittem, hogy ez megtörténik velem. Nem is tudom, hogy történt. Ez a szerelem megtörtént anélkül, hogy észrevettem volna. Anélkül, hogy felfogtam volna bármit. Pedro... Nagyon jó hatással van rám. Szeretnék védekezni, de nem tudom miért. Ez másodjára történik meg velem. Hogy tiltott nőbe leszek szerelmes. Ön egy beteljesülhetetlen szerelem. Ön túl sok egy olyan szerencsétlennek, mint én. Ne mondd ezt, Pedro. Te nem vagy egy szerencsétlen ember. Te csodálatos vagy. Én emlékszem, mikor elmondtad nekem, hogy mennyire szeretted a feleségedet. Ő akkor halt meg, emlékszel még? Én azt mondtam, szeretném, ha engem annyira szeretnének, ahogy te szeretted őt. A te szerelmed végtelen és csodálatos. Csak te tudsz így szeretni, Pedro. Úgy van, Carlos Eduardo. Luisa Fernanda és én összeházasodunk holnap. Ő és a családja az én lakásomba fognak költözni, úgyhogy nem kell aggódnod tovább a kilakoltatás miatt. Ott fogunk lakni, amíg találunk egy nagyobb házat. Kívánok sok szerencsét a házasságotokhoz. Köszönöm. Azt hiszem, gondolnotok kellene a fiam jólétére, nem igaz? Ezzel pontosan mire akarsz célozni? A te lakásod túl kicsi, nincs hely ott mindenkinek. Pedritónak nagyon kényelmetlen lesz együtt lakni mind a kettőtökkel. Mondtam, hogy addig lakunk ott, amíg találunk egy nagyobb házat.
Nincs jogod megmondani nekem, mit és hogyan csinálja. Jogom van véleményt mondani, mert arról a helyről van szó, ahol a fiam fog lakni. Nem akarom, hogy szenvedjen. Luisa Fernanda, meg kell gondolnod, hogy abban a lakásban a fiunknak nem lesz helye játszani, szaladgálni, ahogy akar. Valószínűleg saját szobája sem lesz. Kérlek, gondolj erre. Carlos, kérlek! Carlos Eduardo, eltelt 2 év, ami alatt egyszer sem láttad a fiadat, és ő nem szenvedett hiányt semmiben, mert én és Luisa Fernanda megadtunk neki mindent, amit tudtunk. Kérlek, tedd félre ezeket a felesleges aggodalmakat, megértetted? Elég, ne veszekedjetek már, mintha 2 gyereket látnék. Én csak azt mondom a vőlegényednek, amiről azt gondolom, hogy kihatással lehet a fiamra. Csillapodjatok, megegyeztünk, hogy nem veszekedtek. Esetleg beszélhetnénk civilizált módon, ha nem, kérlek, menj el, Carlos. Szóval, miről van szó? Armando, kérlek, térj a lényegre, nem szeretem a titkolózást, úgyhogy mondd el, hogy mi van, jó? Miért jöttetek ide? Vanessa, biztosítalak, hogy nagyon fontos és nagyon kényes ügy, kérlek, beszéljünk 4 szem közt. Nem értem. Miért akarod, hogy 4 szem közt beszéljünk? Haver, mondd el, amit akarsz előttem, különben elmehetsz innen, oké? Nem vagyok a haverod. Én akkor is itt maradok, haver. Orlando, azt hiszem, most az egyszer 4 szem közt kell beszélnünk. Na, nem mond. Még ha a te barátnőd is, és szeretitek egymást, vannak bizonyos személyes dolgok az életben, amiről joga van beszélni. Nem érdekel, én akkor is tudni akarom. Édesem, nem akarok titkolózni előtted éppen most, de előbb meg kell tudnom, hogy miről van szó. Mégis miről lehetne szó, szerelmem? Biztos apádnak is köze van ehhez. Az az alak mindenáron el akar szakítani bennünket. Nem csodálkoznék, ha ez is része lenne a tervének. Esküszöm, hogy semmi köze téged nincs hozzá. Téged kikérdezett? Elég. Nincs semmi köze a kapcsolatotokhoz és Vanessa apjához sem. Vagyis az apjához van köze. Látod? Beszélhetünk 4 szem közt, vagy sem? Nem. Orlando, kérlek, gyere velem. Rendben, csak egy kicsit. Menjek? Kérlek. Kérlek, kísérlek. Jó, megyek. Kész. Egyedül vagyunk. Ahogy mondtam neked, nem szeretem a titkokat és semmi hasonlót. Először is. Válaszolj egy kérdésemre. Az apámról van szó. Ahogy Orlando mondta, mostanában sok nézeteltérés van közöttünk. Drága Vanessa. A te apád és az én apám. Egy és ugyanaz a személy. Nem viccelek. Esik. Biztosítalak, hogy a testvérem vagy. Biztos vagyok benne, hogy te és én testvérek vagyok. Nem tudom elhinni, hogy ez történik. Marissa soha nem csalt meg engem, és most ezt tette velem. Megcsalt azzal a semmire kellővel. Mivel szolgálhatok, uram? Kérek egy kávét és egy ásványvizet, kérem. Egy pillanat. Vajon mióta folyik ez? Lehet, hogy Pedro azért csinálja ezt, hogy bosszút álljon rajtam azért, amit Améliával tettem. Mindig szerelmes volt belé. Hogy lehet, hogy Marissa ezt teszi velem, Istenem? Miért történik ez velem? Marissa arra kért, adjak időt neki, hogy gondolkozzon a válláson. Nem, ezt nem tudom elhinni, ez lehetetlen. Ügyvéd úr, jöttem, amilyen gyorsan tudtam. A rendőrség házkutatási parancsal jött hozzám, és kutakodtak mindenütt. És az iratok? Ne aggódjon, a dobozokat nem találták meg, mert nagyon jól eldugtam őket. Ordon ez ügyvéd úrnak, hogy folytassa a válási eljárást. De miután beszéltem Luis Alejandroval, úgy gondoltam, hogy gondolkoznom kell, mielőtt a házasságom így érne véget. Nem akarok beleavatkozni a magánéletébe, Marissa asszony. De aggódom, mert ön egy olyan férfi felesége, aki meg akarta ölni. Mondtam neked, hogy ez nem nyert bizonyosságot, Pedro. Szereti őt, Marissa asszony? Tudod, mikor feleségül mentem hozzá, kimondhatatlanul szerettem. Sőt, mit több, gyakorlatilag kényszerítettem, hogy velem jöjjön Európába. Lemondott a tanulmányairól, a családjáról. Nem csak erről mondott le. Miért mondod ezt, Pedro? Nem.
Ne figyeljen rám, asszonyom. Az elején sikerült nagyon boldognak lennünk. Annak ellenére, hogy a fiam soha nem szerette. De egyszerre minden megváltozott. Először megtudtam, hogy megcsal egy nővel. Akkor nagyon sokat szenvedtem, elárulva éreztem magam. Utána perbe fogta Carlos Eduardót. Ha Leopoldo nem így vallott volna, ahogy vallott, a fiam egész biztos börtönben ülne. Ráadásul megtudtam, hogy van egy fia, egy másik asszonytól. Nem is tudom, mit gondoljak róla, túl sok minden történt. Arra a felfedezésre jutottam, hogy nem az a férfi, akinek én ismertem. Nem is tudom, mit érzek iránta. Pedro, nagyon szégyellem magam, hogy neked erről kell beszélnem. Nem szeretném, ha ürügyként hangzana, nem akarok mentegetőzni azért, ami történt közöttünk. Nem, Marisa. Nem kell mentegetőznie. Ön nem árult el, és nem csalt meg senkit. Ha akarja, ne beszéljünk többet a férjéről. Őszintén szólva, ez a téma amúgy sem tetszik. Igen, tudom, hogy gyűlölöd, mert soha nem bánt rendesen Luisa Fernandával. Pedro, most el kell mennem. Sok elintézni valóm van. Nem tudok nyugton maradni, amíg nem tudom, hogy mi lesz veletek a kilakoltatással kapcsolatban. Nem. Megoldom valahogy ezt a problémát, Marisa. Nem akarom, hogy aggódjon miattam. Gondoljon rám úgy, mint a férfira, aki mindig szeretni fogja. Semmi kifogásom az ellen, hogy megbeszéljek veled mindent Pedritóról. Civilizáltan fogok viselkedni. Nem nagyon jó. Botrányt, de logikusnak tartom, hogy miután én és Luisa Fernanda össze fogunk házasodni, ő és az egész családja az én lakásomban lakjon. Alfredo, ha a helyzet más lenne, nem lenne sok. De nekem van lehetőségem venni a fiamnak egy sokkal nagyobb házat, mint a tiéd. Ez nem függ a ti házasságotoktól. Abban a házban élhetne Luisa Fernanda az apjával, valamint a fiam. Természetesen a gyerek, akit örökbe akarnak fogadni, és te? Miután összeházasodtak. Ki vagy te, hogy rendelkezz az életünk felett? Nyugodj már meg, Alfredo! Ez csak egy lehetőség, amit Carlos felajánlott. A lehetőség, amit kategórikusan visszautasítok, legyen világos. Nem akarok mások házában élni, főleg nem Carlos Eduardo-éban. Nem vagyok milliómos, de van pénzem, hogy vegyek egy házat a családomnak. Figyelj, Alfredo! Azt hiszem, úgy viselkedsz, mint egy önző gyerek. Én nem teszek más, mint felajánlom Luisa Fernandának és a fiamnak az esélyt, hogy egy sokkal nagyobb és kényelmesebb házban éljenek. De te visszautasítod ezt, mert én vagyok az, aki fizet. Ne légy hülye, kérlek! Ne beszélj velem így! Nem engedem, hogy gúnytűz belőlem! A türelmemmel játszol, Carlos Eduardo. Jobb lenne, ha elmennél innen. Egy pillanat, megegyeztünk, hogy civilizált módon oldjuk meg. Carlos Eduardo, engedd meg, hogy négy szem közt beszéljek Alfredóval. Várj, nem tudom, hogy megértettem-e. Azt mondod, hogy mi ugyanannak a férfinak a gyerekei vagyunk. Igen. Amennyire én tudom, az én egyetlen apámat, amióta megszülettem, Heribertónak hívják. Hidd el nekem, ebben tévedsz. Az én apám és a te apád egy és ugyanaz az ember, Luis Alejandro Montero. Az Istenért, hallotta, hogy mit beszélsz? Honnan vetted ezt a mesét? Megőrültél, vagy mi? Kezdetben én is azt hittem, hogy hülyeség, de minden egybevág. A papám a mamát szeretője volt. A szerelmükből született egy lány, akit apám soha nem ismert. Te vagy az a lány, Vanessa. Mindezt Leopoldo Arauztól tudom. Akkoriban a haverja volt az apámnak. Ő mondta nekem, hogy Luis Alejandro Monteronak volt egy kalandja Fernando úr lányával. Abból a kapcsolatból született egy kislány. Egy pillanat, kérlek. Te Consuelo-ra gondolsz? Nem ő Fernando úr lánya? De, igen, a lánya. De nekem nem ő az édesanyám. Nem? Nem. Ez biztos. Nem csak azért mondták ezt neked, hogy eltitkoljanak Luis Alejandro előtt. Talán bosszút akarnak állni, de... Nem, ilyenről szó sincs. Tudom nagyon jól, hogy ki volt a mamám. Ő meghalt, amikor én nagyon kicsi voltam. Apám egy idő után feleségül vette Consuelót. Őszintén szólva, nem tudom elhinni, hogy Luis Alejandrónak lenne egy lánya Consuelótól, azért, mert annak a nőnek nem lehet gyereke. Ár
Armando, szerintem hazudtak neked. Armando, azt hiszem tévedtünk. Bocsáss meg, Vanessa, azt hittem, hogy... Nem kell aggódnod, komolyan. Nem történt semmi. Remélem, megtalálod a testvéredet. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Elnézést. Luis Alejandro Monteronak volt egy kapcsolata Fernando úr lányával. Abból a házasságból született egy kislány. Szóval, Fernando úrnak volt még egy lánya, aki meghalt. A lány, akinek vissza kellett volna költöznie ebbe a házba. Persze. Fernando úr másik lánya az anyja, Luisa Fernandának. Vagyis Luisa Fernanda a lánya Luis Alejandro Monteronak. Nem tudjuk bebizonyítani, hogy Luis Alejandro bármilyen csalást követett volna el. Nem tudom, mit fogunk csinálni, ha nem kerülnek elő az iratok, amiket eldugott. Jó napot, Mujica ügyvéd úr! Ügyvéd úr, mi járatban van itt? Foglaljon helyet! Valaki azt mondta valamikor, és az a valaki azt hiszem, hogy részeg volt, hogy akik soha nem gondolják meg magukat, azok olyan hülyék, hogy nem képesek alkalmazkodni az élet változásaihoz. Ez azt jelenti, hogy nem utasítja vissza a Perez család jelzálogának eladását? Ügyvéd úr, nagyon sokat gondolkodtam az ajánlatán, és azért jöttem, hogy én is tegyek egy ajánlatot. Vagyis egy ellenajánlatot. Ugye ért engem? Biztos vagyok benne, hogy nem fog visszautasítani. Hajjam, mi az az ellenajánlat, ügyvéd úr? Hozzám hasonlóan... Ön is meg fogja változtatni a véleményét, mert nem szélhámos. Ha arra az érdekre alapozunk, ami a bank tulajdonosának az érdeke, ennek a problémának a megoldásában biztos vagyok benne, hogy nem fog visszautasítani. Térjen inkább a tárgyra, ügyvéd úr, nekem erre nincs időm. Mondja, mennyit akar? Átadom a jelzálog jogait... Ha hajlandó adni 200%-ot az eredeti adósság összegéből. Mit szól hozzá? Természetesen nem fogadta el. Tudjátok, Pedro egy nagyon öntudatos, nagyon becsületes ember. Ez manapság igen ritka dolog. Pedro egy kivételesen fantasztikus ember. Beismerem, az ajánlatod nagyon csábító. Nem mindenki utasította volna el. Jennifer, anyám az előbb mondta el nagyon világosan. Itt büszkeségről van szó. Pedro és Luisa Fernanda olyan emberek, akik tudják, hogy mi az önérzet. Komolyan? Beszéltem vele, és Alfredóval is, mama. Ő ragaszkodik hozzá, hogy az egész család költözzön az ő lakásába. Makacs, nem akarja megérteni. Nem fogja fel a valóságot. Szóval azt akarod mondani, hogy Alfredo büszke? Én mást mondanék erre. Jó napot! Luis Alejandro, fel akartalak hívni, mert... Marissa, beszélni akarok veled. Négy szem közt. Alfredo, drágám, én megértem, hogy nehezedre esne egy olyan házban laknod, ami Carlosé. Nem nehéz lenne, hanem egyszerűen képtelenség. De kérlek, hallgass meg! Más szempontokat kell figyelembe vennünk, gondolj a fiamra. Előbb-utóbb kapni fog egy nagy örökséget Carlos Eduardótól, és ők milliómosok. Miért várnánk meg, amíg nagyobb lesz? Fogadjuk el ezt az örökséget most. Mert ő csak téged próbál megvenni, engem pedig úgy akar beállítani, mint egy idiótát, aki még csak fedelet sem tud biztosítani a feleségén. Ez nem igaz, Alfredo. Beszélünk Carlossal és megkérjük, hogy a részéből vegyen egy házat neki. Kötelessége otthon biztosítani a fiának. Nem akarom, hogy beleavatkozzon az életünkbe. Nem akarom, hogy mindig azzal az ürüggyel jöjjön oda, hogy ő vette. Megígérem neked, hogy nem úgy lesz. Megbeszéljük, hogy mikor láthatja a fiát. Majd akkor jön, amikor te nem vagy otthon, hogy ne zavarjon, érted? Alfredo, nehéz helyzetben vagyunk, rászorulunk a segítségre. Nem veszítünk semmit, ha elfogadjuk a házat. Nos, rendben van. Nem akarok többet beszélni erről, látom, hogy haragszol. Ha ezt akarod, beleegyezek. Vegye meg a házat. Nekem teljesen mindegy. Köszönöm.
Reméljük, hogy jobban lesz. Megyek, pihenek egy kicsit, mielőtt bemegyek apámhoz a kórházba. Jó. Kedvesem, nem láttalak. Hogy érzed magad? Jól. Megyek az irodába, szólj, ha készen vagy, jó? Vanessa, telefonált Rigoberta, hogy megmondja, hogy érzi magát apa? Nem telefonált. Consuelo. Hm? Azt akarom, hogy mondd el az igazat. Luisa Fernanda apja, Luis Alejandro Montero. Innom kell valamit. Miről akarsz négy szem közt beszélni velem, Luis Alejandro? Szerelmem, megmondanád, hol voltál egész nap? Próbáltalak felhívni, mert arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Veled akartam ebédelni. Többször is hívtalak, de nem vetted fel. Tudom, hogy nem voltál a bankban. Igen, tudod, sokáig voltam Luisa Fernanda és Pedro házában. Igen? Mit csináltál annyi ideig? Felajánlottam nekik a segítségemet. Ezek az emberek nagyon nehéz perceket élnek át. Kénytelenek voltak jelzálogot felvenni a házra és a virágüzletre, hogy kifizessék az óvadékot, hogy Pedro kiszabaduljon. Valaki megvette a jelzálogot a banktól, és most ki akarják őket lakoltatni. Ne mondd. És te felajánlottad nekik a segítségedet? Természetesen, Luis Alejandro. Gondolom, nem kell emlékeztesselek, hogy az unokám is ott lakik. Nem engedhetem meg, hogy az utcára kerüljön. Gondolnom kell a biztonságára és a jólétére. Ez természetes, kedvesem, de nem mondtad el a legfontosabbat. Mióta csalsz meg a kertésszel, Marissa?